Daniel San, figyelj rám. Most vettem neked direkt külön ezt a portát, hogy itt közösen először, de utána egyedül gyakorolhass. Tudod, Daniel San, először mindig ne az ellenfélre nézzél, hanem a napba nézzél, hogy ne lássa utána semmit. Daniel San, huaca! Ezt véd ki! Huaca! Ezt sem véted ki! Huaca! Ezt sem véted ki! De Miyagi bácsi? Ez nekem nagyon gyors. WhatsApp! Mondta, hogy ki kell védeni. WhatsApp? Az egy alkalmazás. WhatsApp! Nem alkalmazás. Mert 80-as évek vagyunk. Itt még nincsen WhatsApp, meg ilyesmi. De akkor én ezt honnan tudom? Danielson! Elég. Semmiféle jövendőbeli, jövő utazást nem akarok hallani. Oké? Okay? Amúgy egyébként itt van egy bunkerünk, hogyha esetleg atomrobbanás lenne. Na de mindegy. Vice City Stories 8. rész. Itt már az új safe house-unkba. Egy emberrel kevesebben ugye, hát ember, állattal kevesebben, Marty Williams-szel kevesebben vagyunk itt, a jé, az biztos nem a juhászt jelentette a nevébe. Megnézzük Louis-t, hogy így, hogy viseli ezt a magánt, hogy özvegy lett, özvegy Martini tipcsi divadar. Kíváncsi leszek. Egy pillanat, de olyan hülyén szólna az egész. Nem tudom, meg van bolondulva. Egy pillanat. Hát szerintem már megint sok gumibogyó szörpöt ittam, vagy valami, mert megint meg vagy bolondulva én. Tökéletes minden, nem tudom, mi volt itt a gond, a gondot átmetelnek a problémája. 8. résznél vagyunk, egy kicsivel mostan gyorsabban haladunk, mint előző végigjátszásomban haladtam. Lesz ez még majd így se. Ezért is szeretnélek titeket kérni még itt a live az videó elején, hogy mondjátok már meg számomra, hogy a 9. részben milyen mellékletést csináljak meg, mert egyet megszeretnék. Tűzoltós, mondjuk kevés fegyverem van, de még esetleg bevállom a rendőröset is, mentős, taxisofőrt is talán. Írjátok már ne, hogy a 9. rész legyen már egy ilyen kis potya mellékletéses rész. Szeretnélek tégetek, titeket arra böszményelni, hogy mondjátok meg, hogy mi itt a helyes, mi legyen itt a helyes a 9. részben. De most akkor az a helyes, hogy Louis-t meglátogassuk, itt már kilőttük a Luffy-t. Kicsit szerintem felveszem a hangerőt. Tökéletes, pont be, ezt direkt nekünk találták ki. Tudták, itt fog megállni mindig a Victor Vance, ezt direkt nekünk találták ki. Arnold, eszedem még a, mit tudjam én, a körmöd alól kifelé a retket. Nézzük akkor, to Victor the Spoils, valami... Nem tudom, ez mi lehet, biztos római. Na, mit csinálunk, Louis? Vigyázzam, ott ne hagyd már a persenyő, a serpenyőt. A tűzöm. Mit csináljak? Martinnak a üzletét vegyem át. Én nem vagyok banda vezér. Nem, de lehetnél. Mindjárt ráhúzom a fejemre azt a kukát. Na, egyre jobban zűrösünk befelé itt a dolgokba. Csecs. Egyre jobban zűrösünk befelé itt a dolgokba. Azt akarja Louis, hogy ugye szükségünk van mindkettőnknek pénzre, és ezért foglaljuk el Mártinak az üzleteit, és mi vezessük. Azt mondja, hogy mi is tudjuk, mivel Márti olyan hülye volt, mint a seggem. Olyan hülye volt, hogy mikor meglátta azt, hogy süt a nap, azt hitte, hogy le kell feküdni. Szóval mi is el tudjuk ezt vezetni, ő azt mondja. Hát bizonyára igen. Szóval nézzük is. Louis-t ott hagytam? Nem hagytuk ott, sosem tudnám Louis-t ott hagyni. Az olyan, mint hogyha a életemet hagynám ott, a fogalmat, hogy valami. Hoppá, 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 hoppá. Milyen szépes, szép éles könyör. Jó van, tökéletes. Majdnem. Pipiri, most nincsenek kalandozások, haladunk. Így oda kiabálunk, oda kiabálunk. Hey, van még some money? Azt már lecseréljük, oké? Okay. Na. De szóval ilyen gate-eszentrászos dolog fog most itt összegyűlni. Összegyűlünk, mint a... Tudjam én, első... Terhességi tiszt... szint... teszt... megnézésekor, hallod? Már megint olyan hülyeséget beszélek. Ne, te szálljál már befele, mi van, te kokáró bozzalás? Hát mi ez? Menjünk akkor Admirállal. Vagy tudjátok, mint a Central X-szel. Gyertek csak, gyertek csak!
Gyerünk, Louis, le kell adni a terhesség után egy kis hájat még. A aerobik után pont tökéletes, Center X-es. Louis, száll be elém. Vagy igen, mellém. Ne elném. Mondom, Louis, száll be elém. Hát nézd már meg ezt a kis kokárót. Ilyen dolgozik nálam. Hát nálam ilyen ne dolgozzon, oké? Na, Louis. Louis. Vagy Louis akar hátra szállni? Ezt sohasem bocsátom meg. Hát nem leszek olyan, mint Márti. Mondom, ne te szálljál már be elém, te rózsaszín atlétájú. Ó, nézd már meg! Ó, micsoda precizitás. Milyen ösztökér precizitás hajlammal él ez a kikötői munkás. Jó, addig nem mozdok, amíg nem Louis száll be. Elém, mondom, elém! Louis, hogy még egyszer rakjon a teherbe. Hát komolyan, hogy... Hát, hogy a kisbabád rágja le a fél csecsedet. Hát most mondom, hogy elém szálljál már be. Előre, előre szálljatok már be fel, nem érted, Louis? Louis? Louis! Hát mi desert you? Hát akkor desertáljál már. Louis meg így rám nézett. Magára a videósra, jó van akkor? Ez felbosszantott kicsit. Nem maradok gőgös vagy csökönyös. Haladjunk akkor így. Különös szilveszter, szóval rádióban. Különös szilveszter. Táncol egy vicc ember, van vik ember. Na először akkor ezt itt ugye itt Loan Shark üzeme volt a Martinak. Hát gondolta, hogy Louis azért nem fog itten. Úgyhogy előveszi a vaginájába a kispisztolyt és lövöldözni vele. Hoppá hoppá hoppá, hogy bele seppentünk a sűrűjébe. Sűrű. Atléta. Nézd már meg, atléta. Mindig napszöveg volt. Ezek kozófanok is voltak egybe szerintem. Nem menjünk át Admirállal akkor sem. A Luffy-t most már ki tudom szerintem lőni. Gyere már vissza! Gyere még! Ki mondta, hogy oda menjél? Át akarod mászni a kerítést? Azt hiszed, hogy migráns, hogy mi van? Menjünk taxival. Na, papaka! Papaka, papaka! Papajotána! Kifelé a taxiból. Megmondom őszintén, lehet, hogy azért, mert láttam Louisnak a melleit, megéheztem. Nem tudom miért, lehet ennem kéne, hogy gyorsan még pluszba. De férfi nagy cseg picsa volt ott, ne? Majdnem itt, azt mondom, itt van a rakétavető ugyebár, a hotelben. A hotel medencében, tehát ez a Vice City-ben van. Mert az mi? Mert az Vice City Stories! Ez a mondjad már, ezek alien vs predátorokból voltak, nem? Kicsit ilyen Al Pacino, sepes arcú féleség, kocsvalékok ezek. Kicsit még arrébb kéne mennem. Így van, arrébb. Ez még most sem akar nagyon sikerülni. Mindjárt hozzájuk vágok egy gránátot, hogy valami. De kell egy cecerótó. Mi ez a zene? Espanto Soment. Furgon is pont jó, tökéletes. Nagyon szép. Fára jónak a felesége. Kifele? Az Louis? Ja, nem, az Admirállal van. Jó, mondom, hit az, de visszatért Louis. Na. Burrito. Te burrito szájú. Borító. Mi legyen az új borító? Hoppá. Ah! Menj már innen! Fuchs. Fuchs az van, mert minden. Oké. Okay. Azt hiszem, hogy pont tökéletes. Tökéletes, tökéletes. Menjünk már a Admiralra, nem menjünk. Arnold? Hol vagy? Nem azért, mert mit tudom én Admiral ellenes vagyok, hogy valami. Bementek a kis kuckóba. Hanem nem akarom most Admirállal menni, na. Mert mindig azt akar játék ebbe a küldetésbe Admirállal menjünk. Nem menjünk Admirállal. Hát szerintem már ezzel sem menjünk nagyon. De jó. Nagyon jó. Szuper. Ja, kifelé, kifelé, srácok, kifelé! Kifelé, gyerünk, 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 gyerünk! Mint a fuchszatok múlna rajta. Aj, teli van parkoló az egész, itt a panelháznál csak lakik valaki. Akár még a kiárának a jánya, de sem... Mi az? Jaj. Egyetlen egy. Kocsi sincs. Érdekes. Igazság szerint ezt a tím meg lenne spékelni ezzel. Így van. Lesz-e neked? Szemetet égetünk. Ugye, white trash van minden.
Sima trash, meg minden trash. Ezt szeretem én a konzol, gondos GTA-nál. Sima, pár gomb és akkor szimplán el vannak szedve. Menjünk be, vegyük el a lakókocsit. Aha, ne. Na menjünk ezzel a Márti ajándékával, a shotgunnal. Kedves Mártikám, dögölj meg! Pi! Pi! Na, két pohár, Louisnak meg egy, nekem. Egy kis anyatejet le lehetne szívani és beletenni a pohárba és megítani a kisgyerekkel. És jön Louis! Megcsináltad. Igen, mondjuk egy egész szeméttelep az enyém. Nem tudom, hogy csináljam ezeket a dolgot, hogy működtessem. Bárminek tud csinálni, ő bámulatos vagy. Teljes, mi a teljes értékű, mert mi van? Te ápolási vagy 4 órát dolgozhatsz. Igen, 8 órás munka. Minden rendben lesz. Vigyázzal, jön a kamion! Na, mostantól ez egy nagyon nagy újdonság itt a Vice Stories-ban. Különböző properties-eket, vagy hogy tudunk elfoglalni, ugyebár a rivális gangot először eltakarítsuk onnan, és utána meg lehet venni ezeket az épületeket, és különböző frakciókat lehet, különböző dolgokat lehet belőle csinálni. Ugye most jelenleg 3 van, Mission Pest, jelenleg 3 van, a Protection Racket, a Lone Shark, meg a Kurvás, és ezek különböző mellékületeket adnak, illetve bevételeket. 3 szinten lehet így tornázni ezeket a épületeket, illetve hogy is már építgetni, minél nagyobb szinten van, minél nagyobb a épület, annál több pénzt, napi bevételt ad, és ez a napi bevétel automatikusan jön hozzád, nem kell azt várni, hogy oda menjen a pénzikonhoz. 16 órakor úgy is van, 8-tól 16-ig dolgozó, és ezek mellékületeseket kellene csinálni a 100-hoz, meg amúgy is hát pénzt adnak, illetve eléggé jó dolgok ezek. És 1500 dollárt kaptunk, ez is egy jó dolog, és már is kapunk szerintem valamit, vagy nem? Na, mert mindjárt olyan kapunk, PD, így van. Empire Earnings, 900 dollár, tökéletes! Ugye Márti csőcserének ennyi elég volt, egyelőre akkor nekünk is elég lesz. Beugrunk, megnézzük. Ez a védelmi pénzes cucc, ugye? Azt hiszem. Csináljunk egy kis mellékötést a védelmi pénzből, védelmi pénzesből. Pont ilyen ruházatban vagyunk, ide a pénzt, vagy befőtös üveget, össze a szélvágom. Szóval csináljunk meg egy-kettőt. Csak ne olyan messzire már, ha? Zsamolzsa. Na jó, akkor menjünk. A Daftonban még úgyse voltunk nagyon. Hát nem is szerettem volna oda menni, de akkor így megyünk. Na. Jaj, de jó, nekünk gangbossok lettünk. Hát mondjuk lehet, hogy otthon nem ennek örültek volna, inkább lettünk volna a katonaságon osztagvezető, de hát így alakult, így hozta a sors, ugye. A sors ezt szánt nekünk. Meg ezt a zenét. Azt mondja, nyúl, only the lonely can play. És akkor itt vagyunk Daftonban, a belvárosban, Lufficska. Már ott volt egy, de most azt hagyjuk. Majd, hogyha esetleg sniperom lesz, hogy valami... megkarcoltuk a buláját. Akkor majd jobb lesz a helyzet ezekkel a Luftballonszokkal. Only then you! Melyik? Flash FM! Nem is tudom, olyan szám is a... Na hát akkor bemegyünk ide, nem tudom milyen dohány volt ez, vagy mi az. Na hol van a magas kiölésű baby kaja? Hol van? Ja, ez egy ruha volt. Na, ugye egy kis easter egg van itt. Széjjel pusztítottam majdnem mindent, de itt lehet látni a inget. Az egyik ing
Ez egy kicsit, hogy is mondjam, ha valamire hasonlít, visszamenjünk, azért jobban megnézzük, jó? Be van zárva. Mert akkor legközelebb. Tommy Versetti ingja a bétával, azt hiszem a béta Tommy Versetti ingja az. Én úgy tudom, kocsival jöttem ide. Aztán jelenleg nincsen semmink. De jó, vissza kell menni Haiti-be. Közben megérkezett Arnold. Na, egész Kálváriával, kompániájával. Megérkezett egy Phoenix. Akár még a testőröm is lehetne. Ha nem jutott. Nem jutottuk volna most el. Ez nagyon szép volt. Ez is. Egyre jobban megdicsérem ezt a Arnoldot. A végén még felveszem majd a saját testőrnek. La 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 la. Ez az én hibám volt, bevallom. Férfiasam. De nézzétek csak, mi van itt. Ugye itt van a motoros bandának a székhelye. A freeway. Egy ingyenes út. Hoppá. Ajajaj. Majdnem nem volt ingyenes. Többel kötöttük be, mint kellett volna? Majdnem. Ja, szokták mondani. Jajajajajaj. Jó van. Baszki. Siessünk, Demi-Storm meg minden. Bántják a boltot. Lehet, hogy mit tudja, ott oda van írva vegyes kereskedés, áthúzák. Ez kirakja italbolt, hogy valami is, szóval ezt nem szabad, ezt nem tűrhetem, de egy lufit azért kipukkasztok. Itt azt hiszem ki lehet még menni, nem? Uááááj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 
Vic, olyan mogorván néztél, most komolyan, mintha rám haragudna. Én vagyok a testvér. Az a Family Man lesz, nem a Family Frost, a Family Man. Tí-ni-ni-ni-ni. Mindjárt tönkre megy a bolt. Egyébként ezeket a küldetéseket bármikor lehet állítani, és ugyanonnan kezdjük. Csalasz, hát a csalasz. Csalasz itt! Csalasz itt azt tudsz, itt a pubertos. Pubertos. Nézd meg! Na, közben lehet egy ártatlan civilt lelőttünk. Rá se ráncsunk. Tükörtojás. Ennyi volt? That's was easy. Az biztos. Ha te mondod, pufajkás barátom. Igen, még lenne pár, de megint vissza kéne menni Deftonba. Dögölj meg. Én azt mondom. Szóval kilépés. Köszönöm. Na, már is látok valamit. És bizonyára nem csak halucinálok. VCTR, you have a visitor waiting for you. Engem. Engem, a reptéren. Kicsoda? Legyen szép napod. Hát már olyan szép volt, hogy amilyen csak lehetett. És ott egy repülő jel. Na hát ezt a 10. részben megnézzük, ki az. De egyelőre itt van egy zöld házacska, ezt meg lehet venni. Itt egy Louis háza közelében. Én be is próbálkozok a megvételével. Biztos nem kurva helyet csinálok belőle, hiszen azért legyen egy lónsárk, és azért ne a legnagyobb, a 3900-as. Mindig ha a legnagyobbat választatok, akkor kapsz egy outfitet is hozzá. Elég jókat, elég jókat. De egyre maradjunk ennél. Azért ne legyünk már, ne monopolizzük el az összes pénzünket. Hanem, már beszélünk a kurvákról, menjünk el a Cat House-ba, úgyis most éjszak van. Lehet ezek a mi kurváink. Már sricik is vagyunk. És még csak 2 hete vagyunk körülbelül Vice City, vagy még annyi se. We are young. Ide megvakul.
Csináljunk egy kis prostitúciós mellék vágányt. Na hát ez eléggé roncs telep, olyan mint hogy ilyen kis, tudjam én, kukásházban lennének a kurvák. De van nekünk egy ilyen kurvás, stricis kocsink. Hát ez szerint ez azért jobb volt, de Polaris, Polla, a youtuberes Polaris. Na. Anetka, fekete Anetka. Csokolom, oké. És elég közel vannak a kliensek. Itt az utcán tudod, egy kis újozás, hogy valami. Blowjob az utcán, Arnold elkap, akkor beadja a körözés, mert meleg. Jön a fehér, Mary Joe L. Igen. Hát amikor még Little Haiti-ben kurvák járkáltak, ezek azok az évek. Két év majd te Haiti-ek lesznek majd egyfolytában csak. Meg Paulette néni itt valahol, lehet még azóta is, mondjuk szerintem az a Paulette néni már 30 éve ki nem ment ebből a faházba. Mert mindjárt megmutatom hol lakik. Jó van. Michael McDouglas, jó van. Ügyes voltam. Hát akkor hamarabb megmutatom, hogy hol lakik. Ott lakik ugye. Néha kicsit tudod, behív, áthív egy-két kurvát, megjutott vele egy kis teát, aztán jó elbeszélgenek, elcsacsolnak. De legalább már egyet megcsinált, egy jobot. Hát szerencsére nem blowjobot, meg nem mi. Ó, azt majdnem elgázoltam. Annyira igyekezek, mert minden látszik a ügyfelek rovására megy az egész. Ó, milyen picsája van. Ott még akár még Moby Dick is megszállt, még annóba. Ó, nagyon sietnek ezek a örömlányok. Nem tudom, hova sietnek, vagy kisiet, de nagyon telnek itt az idők. Hát, ha még hallanak egy kis jó romantikus számot. It's Toto. Ezeknél sok pénz van amúgy. Ezek nem akarnak fizetni. Ezek a Steve Jobsok. When it's a turn's for my heart. Looking for... Egyik lány végezett. Beszűkült a vaginája. A motor!
be, hanem itt is van egy. Már ilyen hamar felépült. Mert Zanusz, meg minden segít, felépüljön. Megnézzük, Lone Shark. Hogy ez milyen. Még ezt annyira nem szeretem. Mindig ilyen kocsilopásos vannak, vagy te furgon kell, vagy te autót kell lopni, vagy kocsit. Ezt jobban is kitalálták volna szerintem. Egész éjjel nem aludtunk semmit, nem is mentettem. Louis-zel megteszek mindent. Érted, Louis? Hallod, mit mondok? Ja, sír a gyerek. A pelenkáz már megfele. Jaj. Kitagadod minket a édmire. Már hogy lefikáztuk a részelén. Jaj, 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 jaj. Egy szokta csinálni, lelőjük a gazdát. Úgy sem tudom fizetni. A kocsi valami motorral fizet. Hát ez végig, ez nagyon szemtelen dolog volt. Hát még ez még szemtelenebb, hogy nem akar felülni. Pa, 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 pa. Jaj, jaj. Oké. A mai részben még tervezném azt, hogy egy 20-as lufit, egy ilyen 20-as lufit össze kéne lő, széjjel kéne lőni. Oké. Ne gyertek, ne gyertek. Na mennyi innen Miami Vice, jó van. Na hát ezek ilyen játszi ördögőséggel állnak szerepet. És pont erre jön a motoros is. Ez jó. Erre jött. Egy baseball-tő volt nála. Felnyomta a vaginájába. Még neki nincs is. Na hát ezek ilyenek. Ezek is kellnek a 100%-hoz. A másik szigetem a jobbak is lesznek azért, ugye Drugs, Smugglery and Robbery. De ez most egyre ez a szigetem még ezek vannak. Itt bele lehet menni ebbe a fidülbe, megnézzük mi ez, erre kíváncsi vagyok. Ott, élelmiszerból, Penny! Mindenhol az ember van! Hát felbasz! A harisnya! Mi ez? Fogamzásgátló. Mindegy. Ti, menjünk innen. Gyöntsünk lufikat. Virgyóval. Na. Bivirgyók. Menjünk innen. Te jössz elünk? Mi vagy te? Kis potyóutas. Aha. Kis potyóutas. Ez biztos migráns. Migráncio. Migráncio már itt is. Már annó 80-as évben is volt ilyen. Jajaj. Lufitcsikákat, a pajzsicskákat, ajajaj, felvesztük. Kicsit lefüröttünk, meleg van. It's my life. Don't care for that. Ezt a nonsárkos helyet itt a város szélén átoperáltatom. Mert ide szerintem cat house kell, ide cici ház kell, szerintem itt a város szélén. Ide mennek a jó munkás emberek, kikötői munkás emberek munka végén, és citiskedni minden. De azt kell, én úgy érzem. De nem a legnagyobb, még a közepes. Jó? Nem muszáj mindegyiket a legnagyobbra amúgy. Ez nem tartozik bele a százhoz. Hát csak csak több bevételt ad. Cámot! És akkor most már illendő lenne összegyűjteni a lufikat, legalább 20-at. Jó, el kell mennünk. Messzire kell menni, nincs mit tenni.
El kell mennünk szerintem Daftánba. Egy versenyeket csináljunk? Nem, megyünk Daftánba. I have to be even an information. Na! Ez egy kicsit távol van. Bajok vannak. Jó, ezt hagyjuk, ez úgyse fog menni. Erre nem szerettem volna elmenni, rossz emlékek, ugye? Előző munkahelyem, nem becsültem meg igazán. Destination unknown. Ez azért meg könnyebb lesz leszedni. Ha pár katona lelő, akkor bocs. Mentés nélkül, itt hülyéskedni katonaság előtt. Még a katonaság belsejében, bent a Steam, írtak My City-ben, 8-as évben Steam. Még itt... Na, mit akartam? Kardasebb esélyben még van egy lufi. Jó, most nem... Destroyerünk. Ilyenekről szó sincs most. Itt ugye... Jó. Jaj, kell meg csak bírd már ki. Nem akarok én bántani, mert tudod, hogy... Szeretlek én tégedet. Megyünk kukázni. Jaj! Jaj! Jó? Szépen kipattanunk, szívjuk, magunkba szívjuk a büdösséget. De finom. Ez a kukás hely, ez majd később fontos események. 10 helye, tárhelye lesz. De egyikünk sem fog, vagy egyikünk sem igazán emlékszik jóra, vagy jó dologra ezáltal. Jaj, beleragadtunk a szemétbe. 17-es, bocsi kukáskocsi, most magadra kell, hogy hagyjalak. Ott is elfelejtettem, jó van. Ökörviszik magába. I'm not in love. Oké, okay. És még kettő. Azt akarom, hogy megmutasd. És most nem olyan cickókról beszélek, hanem ezt énekelték. Na! Erről a házról sem akarok semmit sem mondani. Jó napot kívánok, ennyit mondanék a háznak. Ja, csak a kamatemet ne tüntessétek el. Oké? Okay. És akkor még jöjjön egy. Jöjjön egy. Csak gyűjjön egy. Vagy még több.
Oh, sexual healing, something wanna be, alright. Can't stop now. Trouble so wrong. Watching this lonely life. És megkaptuk a Scorpion fegyvert. Igazság szerint már annyira azt nem használom. Köszönöm. Egyébként ennek propertiseknél még menteni is lehet, az is egy jó dolog. De a kemetőt kell most elmentenünk. Nézzük, mennyit kapunk most így. Egy olyan 1400 dollárt, minimum. 4000-et? Kicsit elszámoltam magamat. Oké, okay, köszönöm. But it is all heart. No. Scorpion. Akkor írjátok le, hogy milyen mellékötés legyen a következő részben is. Bevállalom, elvállalom. Sziasztok, köszi, köszi, hogy megnézted. Like, hogyha érzed. Állat, ló, tenyészet. Sziasztok.